ez egy picit rossz helyzet, hogy ennek a vlognak a legtöbb része az majd csak nyár végén fog kikerülni az oldalra. Úgyhogy egy picit így kontextusba kell helyeznem azt hiszem a dolgot. Most május van, én február közepe óta futok. Most az Ultra Balatonra készülünk, ahol nyilván nem fogok nagyon sok kilométert lefutni, de mondjuk ötöt igen. Geosi Csindira vagyok, 37 éves. Igazából 6 éve kezdtem el újra intenzíven sportolni. Akkor teljesen rövid távokat, tavaly futottam először maratont. Hogyan kezdtél el újra futni? Vagy hogyan kezdtél el egyáltalán futni? 6 éve kezdtem el futni. Először kb. 1500 métert. Egy komolyabb térdfájdalom miatt nem nagyon tudtam többet futni, de utána, amikor ez megoldódott, akkor jött az, hogy 3000 méter, 4000 méter, és akkor, amikor ezt már úgy éreztem, hogy ezt már nagyon jól tudom, akkor gondoltam, hogy benevezek erre a Riska mini maratonra. Igen, vicces volt, de én ezt úgy gondoltam, hogy nagyon ezt most lefutom. Igazából tök jó élmény volt, de akkor azt én úgy gondoltam, hogy ezek óriási távok, akkor tényleg annak tűnt, és akkor utána így szépen lassan építettem rá azt, hogy na akkor én majd többet futok, akkor ebből lett 10 km, félmaraton, maraton, és egyenlőre itt tartok. Én például most fogok életemben először futóversenyre venni. Én rettegek, konkrétan rettegek ettől a szituációtól. Hát amit én tudnék tanácsolni, az az, hogy ne félj. Nem szabad, nem. Az a legrosszabb, amit tehetsz. Hogyha egy verseny közben mélyponton vagy, akkor mi az, amivel vissza tudod hozni magad? Figyelj, szerintem mindenkinek az adott távja a maratonja. Tehát lehet, hogy engem éppen az, hogy egyek vagy igyak, a másik embert az, hogy megálljon és sétáljon, vagy az, hogy lásson egy ismerőst, akkor az azt mondja, hogy az erőt ad neki ahhoz, hogy igenis, akkor még most tovább megyek. Vagy egy sporttárs érintése, hogy gyerünk, még van hátra, de legyen erőd tovább menni. Ezek nagyon sokat jelentenek. De ilyenkor az, hogy például mondjuk az tényleg jó, hogy egy sporttárs jön, és azt mondja, hogy gyerünk, menjél még tovább. Vagy akkor megfogja a kezedet, és akkor húz még maga után, amikor lehet, hogy azt mondom neki, hogy hagyjál már békén, de mégis jól esik, hogy gyerünk, akkor motivál, hogy még tovább lehet menni. Mert nem opció az, hogy ott megállsz, és feladod. Az soha nem opció.